Automatizálási mérnök 600 ezres fizetésért, építésvezető, építész diplomával 600 és 900 ezer forint közötti keresetért. Két hirdetés a pécsi állásbörzén, amit a Tudásközpontban rendeztek szertán. A HR-rend is részt vett az eseményen. Több mint 15 éve foglalkozunk munkaerő toborzással és kiválasztással. Cégcsoportunk Magyarországon, Ausztriában és Németországban összesen közel 1600 főt foglalkoztat munkaerő kölcsönzés keretein belül. Baranya megyét tekintve 30 különböző munkakörre keresünk munkavállalókat, betanított munkásokat, szakmunkásokat és fehérgaléros munkavállalókat is partnercégeink részére. De nyugdíjasoknak, megváltozott munkaképességűeknek, diákoknak is tudnak lehetőséget nyújtani. Valamint Németországba és Ausztriába is keresnek munkavállalókat, mondta a toborzási vezető. Az állásbőrzét a megyei kormányhivatal szervezésében valósították meg. Egész Baranyából vannak kiállítóink, közel 40 munkáltató standokon is kiállít, illetve több száz állásajánlat paravánokon tekinthető meg. Vidékről az álláskeresőket és a munkát kereső személyeket buszos személyszállítással tudtuk segíteni azzal, hogy bejussanak ide Baranyába, Pécsre, a Tudásközpontba, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Az eseményen elhangzott az is, hogy egyre több munkáltató keres meg a kormányhivatalt a COVID-oltások miatt. Horváth Zoltán azt mondta, segítik a cégeket vakcinához jutni, ha oltást szerveznek a munkahelyeken. Az egészségügyi felügyeletet is megszervezik a védőoltás beadásához.